korábbi sikereinek színhelyére tért vissza két játékos is a 23. fordulóban, hiszen az ötevényt erősíti Hegedűs Attila, a kapuban pedig Bári Dávid. Így került tehát sor a János Somorja ötevény találkozóra, miénk pirosban, a vendégek pedig kékben a pályán. Nem mi voltunk a találkozó esélyesei, a vendégek 8-ak a tabellán, mi pedig a 14-ek, és az elmúlt 6 mérkőzésből mindössze egyszer tudtuk megverni az ötevényt, most is inkább nekik állt a zászló, pedig a miénknek minden pontra szükségük lenne a bentmaradáshoz. Jobban kezdjük a mérkőzést, egy lecsorgó labda után Fetik Filip veszélyeztett távolról. Számíthattunk arra, hogy Bári Dávid nem fog majd kimozdulni ezeknél a beíveléseknél, hozzászokhattunk a kapu stílusához a János Somorjai évei alatt. Egy ellentámadás az ötevénytől, Hegedűs veszélyeztet, Üske Adrián azonban rajt van a lövésen, nem volt annyira veszélyes, inkább csak helyzetre helyzet a válasz a 11. percben. Megint Szabados Mihály munkában, ő adta be ezeket a szögleteket sorozatban, Bári kapja ki a léc alól Tóth Kristóf fejesét. Az első 20-30 percben dominálta János Somorja, és rengeteg sarokrúgást végezhettünk el egymás után. Itt látszik, hogy a védőket sikerül megelőzni, Bári azonban reflexből még odakap. Nincs János Somorjai vezetőgól, de mezőnyfölényünk már megvan hazai pályán. Újabb szabados szöglet, ezt kifejelik a védők. Megint jön egy távoli lövés, az imént Fetik mellé durrantott, most pedig fölé száll a löket, de továbbra is csak nekünk vannak helyzeteink. 23. perc, egy elfutás a bal oldalon, abból egy lövés és egy vitatott helyzet, az ötevényi védő mellkas tájékáról vágódik le a labda, a nézők és a János Somorjai játékosok is kezezés miatt szerettek volna 11-est elvégezni. Nem látszik rendesen a felvételen, hogy hozzáértek kézzel a védő, a játékvezető sípja minden esetre néma maradt. Szöglet a 26. percben, ezúttal a túloldalról, Szabados Gábornak nem volt szerencséje, talán még őt is meglepte a lehetőség, mindenki fölött átszállt a labda, az ötösön belül nem sikerült bepofozni. Meggyűlik a védők baja a beívelésekkel, most éppen Furman elől tisztáznak üggyel bajjal, megint az ötösön belülről szerezhettünk volna gólt, lassan fél tucat sarokrúgásnál jár már a János Somorja, ezt nem lehet sokáig bírni. Végül kapitulál az ötevényi védelem. Tóth Kristóf egy felpattanó labdát fejel Bári hálójába, és nem érdemtelenül szerezzük meg a vezetést. A tér feléről alig jött ki a vendégcsapat. Sorban végezzük a szögleteket egymás után. Ezek mindegyike zavart keltett az ötevényi 16-oson belül. Eddig bírták kapott gól nélkül a vendégek. Egy szabad rúgás, amit Bári könnyedén hárít a 38. percben. És ami elmondható az első fél időről, hogy egyetlen egy lövésre futott az ötevény erejéből még a 11. percben Hegedűstől. A játékrész végén Tóth Gergő veszélyeztet még egy pattanó lövéssel, és 1-0-val vonultak pihenőre a csapatok. Akár több góllal is vezethetett volna a János Somorja az első 45 perc után. És mivel ez nem történt meg, gyorsan meg is bosszulja magát, Wagenhofferivel át a túloldalra, Hegedűs visszafejeli, és nem futunk középen az érkező Kovácssal. A 49. percben megszerzi az egyenlítő gólt az ötevény. Nagyon Hegedűsre figyeltünk, hiszen 17 gólos már a bajnokságban. Ő kapta a pontos labdát Wagenhoffertől, de nagyon ügyesen visszafejeli középre. Kovácsról pedig lemaradunk, Tüske is verve. Egy új mérkőzés kezdődhetett tehát a második félidő legelején, amiben aztán még egy fordulat következik be. Jakab kap jó labdát a szélen, benéz középre, egy védő megcsúszik, kialakulna egy nagy helyzet, aztán harsan a játékvezető sípja, és Juhász Bálint, a bíró, piros lapot ad Szabados Gábornak, aki eddig a csapatunk egyik legjobbja volt. Büntetőhöz jut az ötevény, és megfogyatkozik a János Somorja. Hasonlóan nagy fordulattal sikerült 3 pontot szereznünk a Győr Szemere ellen, most mi vagyunk a szenvedő fél. Itt sem látszik egyértelműen a felvétele, hogy mi történt. A labda mögé Hegedűs áll, bevarja a léc alá, 18. gólját szerezve a bajnokságban, ezzel az első helyen van a góllövő listán a megyei első osztályban. És ami sokkal nagyobb probléma nekünk, hogy már vezet a vendégcsapat, és innentől kezdve emberhátrányban kéne felvennünk a harcot az egyébként is esélyesebbnek tartott ötevénnyel, akik lendületbe is jönnek, innentől nagyon magabiztossá vált a vendéggárda, bár itt éppen kivezeti a labdát a pályáról Kovács. Néhány perc kellett a János Somorjának, mire összeszedte magát. A csereként beállt Sebők vezérletével aztán jönnek a helyzetek a második félidőben is. Átverekszi magát a védőkön, ahogy szokta, a hosszú célozza meg Bári a helyén. Talán a rövid sarok takarásból jobb megoldás lehetett volna, de Sebőköt megint nem tudták megállítani a 16-oson belül.
72. perc, egy kósza lövés távolról az ötevénytől, nem volt benne erő, Tüske könnyűszerrel hárította, és ahogy teltek, múltak a percek, kiderült, hogy igazán nagy helyzetet nem tud kialakítani a vendégcsapat. Itt éppen nehezen szabadítunk fel, de a lövésben megint nincs erő, Tüske Adrián nagyon könnyedén hárít. Ekkor még egy negyed óra volt hátra a találkozóból, és utolsó támadásait kezdte meg a János Somorja. 79. perc, megint Sebők a főszereplő, aki elkezd lalomozni a védők között. Most már rövid sarkot venné célba, a labda azonban mellé pattan. Ha kapura ment volna, Bári nem biztos, hogy hárítja, de ez a helyzet is kimarad. Ezek pedig már a hosszabbítás pillanatai, a 93. perc. Sebők megint jó labdát kap, bátran beviszi a védők és a kapus közé, de üggyel bajjal aztán szerelnek. A 2-1-es vezetését végig meg tudta tartani az ötevény, bár különösen nagy helyzetet nem alakítottak ki emberelőnyben. A mieinket maximum a küzdeni tudásért lehet dicsérni, de a győzelem megint kicsúszott a kezünkből, és ezzel a vereséggel már csak 15-ek vagyunk a tabellán. Folytatás jövő héten 17 órától idegenben, a Lipót otthonában. Az első fél időben egyértelműen János Somorja akarata érvényesült, ő játékuk dominált. Szünetben rendeznem kellett a sorokat, ami sikerült is, hisz 10 perc alatt megfordítottuk a mérkőzést. Utána úgy gondolom emberelőnyben fotballoztunk, és nekünk állt végig a mérkőzés. Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Nagyon érdekes meccs volt. Én úgy gondolom, hogy az első fél idő alapján gólokkal kellett volna vezetnünk. Sajnos nem jöttek a gólok, tehát, és ezért a második fél időben talán nem kiléptünk elég önbizalommal. Két hibát elkövettünk 5 perc alatt, ami megfordította a mérkőzés, és bár utána is voltak lehetőségünk emberhátrányban is, a szépítésre, az egyenlítésre nem sikerült.